Itt mai napon a Vásárosnaményi diákcsapattal játszottunk, itt a petes csapatok, akik körülbelül egy ilyen 12 fő volt, ugye folyamatosan cserégettük egymást. A mérkőzés elég szorosan kezdődött, első fél időig azt mondanám, hogy egyenlített volt a játék, második fél időben már inkább a petesek átvették a irányítást a pályán, gyakorlatilag egy 2 gólos előnnyel tudtunk végig menni a második fél időben, és így a végeredmény egy ilyen 10-8-ra sikerült, úgyhogy hajrá Pet, hajrá Ökopet, hajrá Főtáv!